Elmondom, melyik volt egyik legfontosabb kijelentése Jézusnak, ami engemet meggyőzött arról, hogy ez az az út, hogy tényleg ő az út, az igazság és az élet. Ez a kijelentés az volt, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amit, hogyha az ember megtalál a felett való örömében, jó kedvében, elmegy és megszabadul a régi kincseitől, és megveszi azt a szántóföldet. Engemet ezt tudott meggyőzni arról, hogy ő az út, mert ő ezt kijelentette, és meg is mutatta, és bizonságot is tett erről. És azt látom, hogy ezt a nagyon fontos kijelentést szinte teljesen figyelmen kívül hagyjuk. De hogy igazából nem is kell beszélnünk semmilyen kijelentésről, csak egy szóról, egyetlen szóról, örömhír, örömhír. Hogyha valaki tényleg hallotta az örömhírt, hát nem elhagyja-e a régi híreket, a világi híreket, a test híreit, az agynak a gondolatait, nem elhagyja-e, hogyha valóban örömhír, az örömhír. Ez az egy szó leleplezi azt, hogy a mai vallásos társadalom, mai hívő társadalom még mindig fordítva ül a lovon. És lehet, hogyha őszinte akarok lenni, akkor nyugodtan mondhatom azt is, hogy még mindig fordítva ülünk a lovon. Fordítva ülök a lovon. Azt akarom, hogy a ló vágtasson, de fordítva ülök rajta. És érzem azt, hogy ha ló gyorsan megy, akkor le fogok esni. Vagy ha hirtelen gyorsan, akkor megcsokolom a seggét. Isten bocsássa meg. Egyszerűen nem értem, hogy miért ilyen nehéz nekünk ezt felfogni, miért ilyen nehéz ezt megérteni, miért ilyen nehéz megszabadulni a vallásos ördögtől, a katolikus ördögtől, a keresztény ördögtől. Attól az ördögtől, amely folyton azt súgja nekünk, hogy jaj, te ettől még nem szabadultál meg. Hát te még ebben a függőségben benne vagy, és a másikban is benne vagy. Nyomjál gyorsan még 50 fekvőtámaszt, mert benne vagy valamelyik függőségben. És nem vesszük észre, drága emberek, hogy ez nem örömhír, ez már nem örömhír, ez kínszenvedés. És végképp nem igaz erre az állapotra, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, egyáltalán nem igaz. Mert még mindig ilyen kickboxot vívunk saját magunkkal, a saját ördögeinkkel. És akarunk megszabadulni az ördögeinktől, a függőségeinktől. És már azt sem tudjuk, hogy miért akarunk megszabadulni. Az hagyjám, hogy meg akarunk szabadulni az ördögtől, mert az ördögtől illik megszabadulni, a bűntől illik megszabadulni, a függőségtől illik megszabadulni. De nem tudjuk, hogy miért. Lassan, most már fogalmunk sincs, hogy jó van, tehát kínlódunk már évek óta, hogy megszabaduljunk az ördögeinktől, a függőségeinktől, de miért? Ezt elfelejtettük. Attila, miért akarsz megszabadulni az ördögeitől? Hát nem jó viszonyban vagytok, ne jó haverok vagytok ti amúgy is. Miért akarsz te tőlük megszabadulni? Miért? Ez a kérdés, miért? Még meddig kungfuzunk és meddig kickboxolunk az ördögeinkkel, a függőségeinkkel? Akár nyilvánosan, akár süttyomba, titkon. Még meddig? És mi az, hogy örömhír? Kungfu? Egy életen keresztül tartó kungfu, ez az örömhír? Kickbox az egóddal, az egómmal? Mi az örömhír, emberek? Mi az örömhír? Bármiről beszélt. Nem arról beszélt, hogy a lélek cselekedeteivel megöldöklitek a test cselekedeteit, mert a lélek cselekedetei illatosak az Istennek. Jó kedvel és jó örömmel cselekedeti az ember a lélek cselekedeteit, és hogyha 24 órában a lélek cselekedeteit cselekszem, akkor jó illat vagyok én Krisztusnak. És hogyha 24 órában nincsen még egy plusz óra, a 25. óra, akkor nekem már nincs időm a test cselekedeteire, a test dolgaira, a test függőségeire. De még mindig arról kell beszéljünk, hogy na, akkor aztán majd meg fogok szabadulni valamelyik testi függőségemtől, vagy valamelyik ördögömtől. És akkor arról beszélgetünk, hogy ki hogy van, hogy áll, kinél hogy áll a mérkőzés. Az ördög javára kezd eldőlni, vagy pedig hát azt is mondhatnám sajnos, hogy majdnem ilyen egoista módon akarunk megszabadulni a függőségeinktől, és akkor egymással megbeszéljük, jaj, te még csak ott tartasz, én már megszabadultam ettől is, a másiktól is, a harmadiktól is. Te még nem szabadultál meg? Emberek, elnézést, hogy ilyen, tényleg ilyen gúnyosan szólok, de
fontos, hogy valamiképp szembesüljünk azzal, hogy igen, vannak olyan emberek, világi emberek, akik nem is tudnak arról, hogy Isten hívők vagy Isten szeretők lennének, nem nyilvános, nem is hirdetik ezt magukról, és háttal vernek őket, és háttal vernek ők minket abban, hogy hogyan lehet lelki örömben létezni itt a Földön. Nem azon gondolkodnak, hogy hogyan szabaduljanak meg valamelyik, mit tudom én, egy rossz tulajdonságuktól, függőségüktől, hanem azon törődnek, hogy mi az, amit megtehetnének, ami szép, ami ékes, és amiben van öröm, és van tisztesség, van békesség. És ők jól csinálják. Isten látja lelküket, a miénket is látja, bár jobb volna, ha néha nem látná, mondjuk, ugye, jobb volna, hogy néha elrejtőzni előle, de Isten látja az ő lelküket, az ő szívüket, és azt látja, hogy te. Ezek rólam egy mukkot nem szóltak még mostanig, de az életükkel, a cselekedetükkel mégis rólam tesznek bizonságot, mert örömmel cselekszik azt, amire nekem áldásom van. Örömmel örvendeztetik meg az ő embertársaikat, örömmel szolgálják az ő embertársaikat bármilyen lehetséges eszközzel, és miközben ezt cselekszik, nem igazán maradt idő a testfüggőségeire, a rossz szokásokra, a rossz habitusokra, és így tovább, és így tovább. De a jómódú embernek, neki van bőségesen, van idő, van alkalom, van lehetőség a függőségekre, de még arra is van idő, hogy kungfuzzon saját magával, hogy jaj, én még nem szabadultam meg a valamelyik függősége, valamelyik ördögömtől. Emberek, fordítva ülünk a lovon. Isten ments, hogy a ló felgyorsuljon és hirtelen elkezdjen vágtatni, mert akkor így a lónak a lendületétől megcsókoljuk a seggét. Tényleg, muszáj ezt mondjam. Mi szeretnénk vágtatni, de hova? Tehát háttal hiába vágtatunk, mert mint mondtam, a gyorsulástól előre fogunk dőlni, és belecsókolunk a ló seggébe. És olyan képet mutatunk az igazságról, a mennyek országáról, ami nemhogy nem kívánatos, hanem hát majdhogy nem undorító, azt mondja más, hogy te ne ragudjál embert, mióta kínlódsz itt mellettem. Én mit kövessek ezen? Mi az, ami követendő? Mi az, amit kéne kövessek ezen? Tehát mi az a példa, amit te megláttál és véghez viszel, és ami olyan kívánatos lenne számomra, hogy követni akarnám? Nincs semmi. Nincs semmi. Kínlódsz itt mellettem Isten és Jézus nevében. Lehet, hogy Jézusnak a terhe könnyű volt, és az ő igája gyönyörűséges volt, de hogy a tiéd nem az, az teljesen biztos. Az teljesen biztos, hogy nem az. Fordítva ülünk a lovon. És még az jött, még reggel egy olyan kijelentés jött, hogy az ószövetségi emberek közül, proféták, meg egyszerű emberek között sok Krisztus követő volt. Akkor nekik nem volt más, mint a törvény, a Mózes törvényei. Ők nem tudtak a Krisztustól, de mégis a szívükben, a lelkükben Krisztust követők voltak ők. Noha Jézus nem született akkor még meg, ugye Dávid is Krisztus követő volt, mert ő örömmel cselekedte azt, amit a lelkismeretében hallott. Azt mondja, hogy ezt mondja az Uram az én Uramnak. Azt a hé, érdekes mi? Tehát Dávid beszél az ő uráról, aki eljövendő, aki még meg sincsen születve. Miért? Azért, mert Dávid a szívében ismerte Krisztust. Már az Ószövetségben. És vannak most olyan emberek, és hát Isten könyörüljön rajtam, nem tudom, hogy hol, hányan állok, ő látja lelkemet, a szívemet, és tudom, hogy én is meg vagyok kísértve vele a dologgal, vele a vallásos démonnal, vallásos ördöggel. Vannak olyan emberek, akik Jézus nevében Mózest követők, törvényt követők, és azon filozofálnak magukban, hogy hogyan kéne lemondani erről, vagy arról, vagy amarról. Tehát kungfuznak a saját testi kívánságaikkal, a saját ördögeikkel, ahelyett, hogy azt mondanak Istennek, hogy Atyám, itt vagyok, küldj engem, hadd cselekedjem azt, amit kívánsz tőlem. Kívánjam a lelkemben, a szívemben cselekedni, véghez vinni azt, amit a mindenható Isten megmutat nekem. És hogyha azt véghez vittem és befejeztem, közben nekem békességem volt örömöm, mellesleg nem jutott időm a bolondságra, a hülyeségre, az őrültségre, a test kívánságára. Hogyha nem ez az evangélium görögül, ugye, és magyarul örömhír, hogyha nem ez, akkor mi? Emberek, nem tudom, ti lehet, hogy jobbak vagytok, mint én, adja Isten, hogy úgy legyen, de én nem tudok megszabadulni semmitől. Noha sok mindentől megszabadultam, Isten kegyelme által, de úgy szabadultam meg, hogy egyszerűen nekem nem volt időm.
Nem volt időm, nem volt alkalmam, mert a léleknek a cselekedete azt, amit én kaptam Istentől, miközben azt cselekedtem, az elvette tőlem az alkalmat, az alkalmatosságot a bűntől, az én függőségeimtől. Bizonyára én többet ittam volna, a sört szeretem, és de nincsnek ilyen törvényeim, hogy akkor nem iszok alkoholt, vagy nincs semmi ilyesmi nálam. Biztos, hogyha nem azt csinálnám, amit csinálok, amit csinálhatok, mert ajándék számomra, hogy azt csinálhatom, amit csinálhatok. Hogyha nem csinálhatnám azt, amit csinálhatok, végezhetek Isten kegyelméből, akkor én több sört meginnék, sőt, még a pálinkát is intenzívebben megkóstolgatnám, de a borocskát sem vetném meg. De csak akkor, hogyha nincsen kokain. Nem értjük a lényeget. Ennyire felfoghatatlan a lényeg, az öröm híre, hogy én nem törvényből kell megszabaduljak a nyomorúságomtól, a függőségeimtől, hanem úgy szabadulok meg, hogy én kaptam jobbat. Az örömhír az, hogy kaptam jobbat. Eddig volt nekem is olyan örömöm, mint mindenki másnak. Különböző testi örömeim voltak, bűnös örömeim voltak. De képzeljétek el, hogy kaptam jobbat. Aminek a világosságában, a fényében megláttam a régi örömeimet, és azt mondtam, hogy te ez hiába való, én ezt tovább nem akarom csinálni. És ha Isten kegyelmes hozzám, akkor azt csinálom, amit ő mond nekem, és ő mutat, mert abban nekem örömöm van. És hogyha nem ez az örömhír, akkor én nem tudom, hogy miről beszélünk. Én akkor nem értem, azt sem értem, hogy mostanig miről beszéltem, és azt sem értem, hogy ti miről beszéltetek, és én lassan már semmit nem értek. Ha engemet nem az örömhír szabadít meg a hiába való cselekedeteimtől, a hiába való tetteimtől és bűneimtől, hanem az, hogy ottan csikorgatom a fogaimat, hogy le kéne mondjak már valamiről. Jó van, na mondjál le. De miért akarsz lemondani? Tudod-e azt, hogy miért? Oké, lemondtál, megtapsoltunk tovább, akkor hogy lesz? Emberek, örültség. Teljes bolondságban vagyunk. Hogyha nem kívántuk meg az igazságot, ha nem szenvedélyünk az igazság, ha nem szenvedélyünk a mindenható Istennel való közösség, ha nem okoz örömöt számunkra a vele való közösség, az, hogy tőle kapunk kijelentéseket, és az, hogy erről beszélhetünk, ezt megoszhatjuk, ezt megmutathatjuk, hogy ez nem okoz számunkra örömöt, akkor vissza kell menni Mózeshez. Ahogy mondja Pál apostol, az ilyen szépen visszaküldjük Mózeshez, az ilyeneknek a szemére lepel fog borulni, lepel, borul az ő szemeikre, nem fogják látni a kegyen és a Krisztust, fogják látni a törvényt, és arról fognak beszélni, hogy hogyan kéne majd lemondani a fülvakarásról. Nem szeretnék gúnyos lenni, mert rólam is szó van itt ebben a dologban, tehát én minden szó megvádol engemet is. Tehát nem rólatok beszélek, hanem magamról, a testről, arról az ördögről, ami úgymond testi módon jó akar lenni Istennek, és szerepelni akar, hogy megmutassa, hogy látjátok, én a Krisztus követő bajnok, a székely bajnok, ugye, aki Krisztus követő, én lemondtam a cigarettáról, meg lemondtam én nem tudom én miről, és látjátok, hogy milyen szép gyönyörűséges lemondásaim vannak. A mindenható Isten el van ájulva az én testményemtől. Emberek, őrültség, mit csinálunk? Őrültség. Ez a jóléti társadalom, az európai ember, az európai uniós ember, tele van uniós támogatása, jó dolgában nem tudja, mit csináljon, akkor lemond a cigarettáról, vagy lemond a nem tudom én miről. Hihetetlen, amit csinálunk. Hihetetlen. A jellemtelenség és a hitványság ne továbbja, ami történik. És mindez az Úr Jézus nevében. Hogy ki fog minket megszabadítani, én már nem tudom. Hogyha az ő nevét erre használjuk az ilyen lemondásokra, lemondási versenyekre, akkor azt jelenti, hogy nagyon rossz úton haladunk. Mert akkor nincs más, aki megmentsen. Én az egyetlen nevet, ami által megmenekülhetnék, szabad lélekké válhatnék, én a cigaretta lemondásra használom. Én nem azt mondom, hogy cigizzél, nem azt mondom, hogy ne cigizzél, nem erről van szó. Ha nem kaptál jobbat, ha nem kaptad meg a kegyelmet, hogy örömmel és jókedvel szolgáld az Urat, akkor cigizzél, sőt pipáljál is. Nem tudok más mondani. Egyszerűen nem tudok más mondani, mert akkor csináld azt, mert úgy sincs más örömöd. Tehát muszáj, mert megbolondulsz öröm nélkül, az ember örömre van teremtve, meg fogsz bolondulni öröm nélkül. Valamit csinálj, cigizzél, vagy vakard meg ott, ahol kell, és csináld azt. Ha pedig kaptál örömért, és azt megértetted, és szenvedélyeddé vált annak a megosztása, az embertársaidnak a megérintése az örömhírrel, vagy az élet szavának
kijelentése, befogadása és adá, befogása és adása, hogyha ez szenvedélyeddé vált, akkor, akkor hogyha még maradt időt a napból, ugye a 24 órából, akkor nem tudom, gyújtsál rá, vagy valamit csinálj, nem tudom. Fordítva ülünk a lovon, emberek. Ha nem lenne benne a Bibliában az a kijelentés, különböző formában, hogy a mennyekországa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet az ember, amikor megtalál, afelett való örömében elhagyja minden kincsét, eladja minden kincsét, és megveszi ezt a szántóföldet. Ha ez nem lenne benne a Bibliában különböző formában, akkor a Bibliában nem lenne benne az örömhír, de benne van, emberek, sokféle formában. Kárnak és szemétnek ítélek mindent, azt mondja Pál apostol. Kárnak és szemétnek. Minek utána megtapasztalta az igazi kincset? Azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent. Igen, szivarazhatnék is, ehetnék, ihatnék, minden jót csinálhatnék, élvezhetném az életet, de az igazság az, hogy találtam jobbat, emberek. Azt csinálom. Találtam jobbat. Az én megmentőm a szó, az ige, az örömír az én megmentőm. És nem az, hogy miről mondtam le, miről csak félig mondtam le, és miről fogok majd Isten segítségével lemondani 2 év múlva. Igaz, hogy 1 éven belül meg fogok halni, de 2 év múlva majd lemondok azért a pálinkáról is. Őrültség, emberek. Őrültség, őrültség, őrültség. Őrültség. Erre mondhatta körülbelül Pál apostol, hogy halljátok-e, itt arról van szó, hogy már rég kéne világítsatok, hogy úgy fogalmazta, hogy rég tanítók kéne legyetek, tehát bizonság, erőteljes bizony, ragyogjatok, tündököljetek. Már rég ez kéne történjen, és még mindig arra van szükség, hogy a cumiból a tejecskét, a tejcsipapát illogassuk. Ez van, emberek. Elnézést, nem akarok sem kedély lenni, vagy nagyképű, vagy valami ilyesmi. Én az emberről beszélek, magamról beszélek, az énről beszélek, az én hitványságomról beszélek, hogyha úgy tetszik, nagy valaki megsértődjön. Magamról beszélek. Nem, jó dolgomban nem tudom, mit csináljak. Nem tudom, mit csináljak. Le kéne mondjak már valamiről, na, valami ötlet valakinek, hogy miről mondjak le. Emberek, hogyha erőszül az örömhír, nekünk annyi. Hát mi az elmúlt években teljesen fölöslegesen beszéltünk mindenről, és engemet nincs, aki megmentsen, és nem is fog engemet senki sem megmenteni. Az örömhír erről szól, hogy hello, ki miről mondott le mostanik. Mert nekem még hátra van, mit tudom én, x dolog, amiről le kéne mondjak. Fordítva ülünk a lovon, Isten ments ló elkezdjen vágtatni, mert, mint mondta, megcsókoljuk a seggét a lónak. Nem tudok semmiről sem lemondani. Bizonságot teszek, hogy eddig semmiről nem tudtam lemondani. Próbáltam, igen, szembesültem, nyomorúságommal, függőségeimmel, bűneimmel. Nem tudtam semmiről lemondani, most sem tudok semmiről lemondani. Egyetlen reménységem az, hogy nekem van jobb dolgom, van mindennapi kenyerem Istentől, amit megtörhetek, megoszhatok, örömködhetek utitársaimmal, barátaimmal, hogy kaptam egy kis kenyeret, figyelj, kóstolom meg, hol tetszik ez nekem, mit kaptál te? Igen, az is nagyon finom, hála Istennek, megtörjük a kenyeret, szétosszuk, időben kiadjuk az eledelt, ami szolgatársainknak, ebben örömünk van, és hát... Mivel, hogy ebben örömünk van, és ez nagyobb öröm, mint a régi öröm, mint a bűnös örömeink, így a bűnös örömökkel nem foglalkozunk, hanem arra figyelünk azokra az örömökre, amit kapunk a mindennapi eledel által. Ez az örömhír, az evangélium. Hogyha ez nem történik, akkor Mózest követjük önsanyargatással. A mi terhünk nem, hogy könnyű volna, hanem 666 tonnás terhünk van, és az igánk nem, hogy gyönyörűséges volna, hanem keserves, siralmas és utálatos, és semmiképp nem kívánatos. Azt mondja, hogy itt, amíg bármilyen függőségről is le akarok mondani, addig azokra nézek, és nem Istenre, nyilván azokat is éltetem. Mikor teljes szívvel Istent választom, a Teremtőmet, a Krisztust, az ő szavát, ő maga lesz a függ, ő s égem, függőségem, vagyis már csak tőle függök, mert jobb nekem tőlem függni. Voltam, igen, részek, voltam részek pálinkától, tudom, hogy milyen. Voltam valamilyen szinten függő mindentől, szextől, mindentől, minden tartozékától, mindentől, perverziótól, mindentől függtem. Le van tesztelve, ki van próbálva, hozott nyomorúságot bőségesen, csalódást is hozott bőségesen, fájdalmat is, minden. És kaptam egy új függőséget, és várom a mellékhatásait, sehol semmi, nincsen semmi mellékhatása. Teljes békesség, öröm, boldogság, megosztható öröm, szabadon terjeszthető öröm, és van egy új függőségem, elmondhatom, nem vagyok szabad. Pál apostol sem mondta, hogy szabad, szabad ő földi értelemben legszabadabb ember vagyok, ugye, mondhatom akár én is, mint ahogy Pál apostol mondta, de nem vagyok szabad Krisztustól.
van egy függőségem Krisztus, és amíg tőle függök, addig nem kell, hogy mástól függjek, és nem kell azon morfondírozok, hogy mikor fogok majd lemondani a fülakarásról, vagy valami másról. Mivel, hogy nem vagyunk úgy, mint a próféta, aki azt mondta, hogy imhol vagyok, atyám, ilyen vagyok, amilyen vagyok, látod az én nyomorúságomat, küldj engemet, könyörülj rajtam, adjál nekem szót és bátorságot, akkor én menyek és csinálom azt. De miközben azt csinálom, amit te mondasz, nekem örömöm van, mert Jézusnak is volt öröme, Istvánnak is volt öröme, összesnek volt öröme. És akkor hirtelen a függőségemet elhagytam ott a sáncba, elmaradtak ott az útszélén. És megszabadultam. És nem magammal dicsekszem, hogy én már lemondtam, nem tudom én miről, hanem dicsekszem az ő kegyelmével, az ő jóságával, a lélek ajándékaival, amit kaptam tőle, azokkal dicsekszem, mert azok tudtak engemet meggyőzni arról, hogy nekem nincs szükségem most, mit tudom én, cigarettára vagy bármire, ami függőségem van. Azt csinálom, amit kapok Istentől, az kitölti az időmet, az ő szavát forgatom magamban éjjel és nappal, ő az én függőségem, és az, hogy róla beszélek, az egy ilyen mellékfüggőség, amiben szintén öröm van, és békesség. És a többi függőségről, hát nem sokat tudok mondani, mert nem igazán gyakorlom. Nem gyakorlom, és nem is kívánkozok vissza azokba a függőségekbe, mert jó nekem ebben a függőségben lenni. Minden napi kenyeret enni, megtörni, megosztani. Csak hogyha az ember vallást csinál az ilyen nagy lemondásokból, itt lassan Jézus nevében kialakítunk egy ilyen lemondási bajnokságot, függőségekről lemondási bajnokságot, ugye Székelyföldön, Gyergyóban lesz a központja, és olimpiát szervezünk, hogy ki miről mondott le, milyen függőségről. Nagyon hitvány az ember. Az ego nem tudja követni Jézust, emberek. Ezt el kell felejteni minden estől. Az egónk, a testünk nem tudja követni Jézust. A testem nem fog sosem megfelelni Jézusnak. Viszont, hogyha a testem el van foglalva, a lélek kívánságával le van foglalva, és azt cselekszi, akkor már igen, akkor már szabad a testem is mindenféle káros függőségtől, mert azzal vagyok elfoglalva, amit atyámtól kaptam. Neki kívánom a szavát teljesíteni, miközben az ő szavának felelek, az ő szavára válaszolok, el vagyok azzal foglalva, nem a komámasszony szavával, nem a papbácsi, nem a feleségem, nem a férjem szavára figyelek, nem a barátaim szavára figyelek, az ő szavára figyelek, nem akarok a régieknek megfelelni, megfelelek az újnak, és ez így elvitetik az alkalom, a lehetőség tőlem arra, hogy éljek a függőségeimnek, a régi függőségeimnek, de amíg én ki akarom békíteni a régit, az óembert, az óembernek a kívánságát, az óembernek a baráti körét, az óembernek a megfelelési kényszerét ki akarom békíteni Krisztussal, addig majd csinálok egy újabb vallást, hogy a függőségekről lemondás vallása, FLV. Álltok be az FLV-be, az adótoknak egy 1%-át meg a küldjétek ide. Tényleg, emberek, így alakult ki az összes vallás. Tudom, hogy nevetséges, de nincs olyan nagy kedvem, mondom, nekem nincs kedvem nevetni, ezt én nem nevetve mondom, amit mondok, hanem fájdalommal mondom, hogy milyen őrültek vagyunk. Fájdalommal mondom, amit mondok. Még jó, hogy azt mondjuk, hogy evangélium, mert azt nem mindenki érti, mi az. Evangélium, evangélista, oké, rendben van, mennyi hát végez a dolgát, minket nem érdekel. De hogyha azt mondanám, hogy örömhírhirdető vagyok, örömhír hirdetője vagyok, akkor még én is szembesülhetnék, hogy várjál te. Az én örömhírem az olyan, hogy pricol belőlem az izzadság, és nekem sincs örömöm úgy igazából, valami nem stimmel itt, majd erősben nézte. És aki engemet lát, az sem azt látja, hogy nekem olyan óriás nagy örömhírem lenne, hanem inkább azt látja, hogy én itt kínlódok, hogy lemondjak én nem tudom én miről. Persze, sok mindenről le kell mondani, a testemről is le kell mondani, nem csak a cigiről. Tehát kezdjük akkor azzal, lemondunk a testünkről, és akkor lemondtunk mindenről, nem? Ez a megoldás, de hogyan mond le az ember a testéről, úgyhogy a testét átadja a léleknek, a lélek cselekedeteinek, de hogyha ezt nem teszem meg, hanem megtartom a testemet a test cselekedeteinek, annak, hogy megfeleljek a földieknek, a lentieknek, a földi szerződéseknek, úgymond, akkor nem vagyok lélekben, és nem vagyok szabad, nem vagyok szabad. És hogyha akkor hirdetek valamit, akkor jobb, hogyha Mózes nevében hirdetem, az még úgy tisztességesebb. De hogyha már Jézus nevében hirdetem, akkor megint azt Isten káromlást követek el, Szentlélek káromlást követek el, mert egy olyan képet festek róla, ami nem igaz, hamis, hazug, és semmiképp nem kívánatos, és nem fogja megmozgatni a lelket senkiben sem. Senkiben nem fogja megmozítani a lelket. Egy olyan örömhírt hirdetek,
ami nem kell senkinek. Pedig valójában mindenkinek a szíve az örömhírre vágyik, de amikor egy ilyen korcs örömhírt hirdetünk, ami a nagy lemondásokról szól, akkor érthető, hogy a világiak azt mondják, hogy te, nekem ez nem jön be, nem kívánom egyáltalán, nem kívántam meg. Köszönöm, hogy elmondtad, viszontlátásra. És amíg nem az a kérdés, hogy mit tehetne a test, hogyan cselekedhetné a test a lélek kívánságát, amíg nem ez a kérdés, hogy hogyan élhetnék meg az örömhírt, mi az, amit megtehetnék a mai nap folyamán, addig az én örömhírem az nem örömhír. Egy hamisítvány, kínai emberek, hamisítvány. Mert az örömhírnek a gyümölcse az, hogy igen, elvitetik tőlem néhány olyan dolog, amit korábban gyakoroltam, a testemnek szüksége volt arra, legyen öröme, azok automatikusan tőlem elvétetnek. És ezért vannak olyan gyönyörűséges bizonságok is, hála az élő Istennek, hogy egyszerre több betegség vétetett el egyiktől, némelyektől. Mondjuk kérdezte valaki, hogy szabadult meg Tibor a vérnyomás csökkentőtől. És mondom, hogy én szívesen elküldöm azt a videót, hogy Tibor, hogy szabadult meg a vérnyomás csökkentőtől, de nem az a lényeg. Amíg valaki a vérnyomás csökkentőtől akar megszabadulni, vagy valaki a betegségtől akar megszabadulni, vagy a függőségeitől akar megszabadulni, és ez a prioritás, addig még mindig nem jó, nincs értelme erről beszélni. Vagyis beszélni beszéltünk, de akkor hagyjuk ki Jézust a beszédből, az ő tanítását hagyjuk a beszédből, mert úgy látszik, hogy arra nincs igénye. Mert nekünk a célunk még mindig az, hogy megszabaduljunk egy vérnyomás csökkentőtől, vagy pedig egy valami más tablettától. Amíg a célom nem az, hogy megismerjem az igazságot, amíg nem láttam be, hogy én hazudok reggel, délbe, este, mint Gyurcsány, amíg én ezt nem látom, hogy hazudok magamnak reggel, délbe, este és embertársaimnak, és nekem nem vérnyomás csökkentőtől kéne megszabadulni, hanem a hazugság iránt érzett szenvedélyemtől, az önállítás iránt érzett szenvedélyemtől. Meg kéne szabaduljak attól, hogy utálom az igazságot. Ha én nem attól akarok megszabadulni az igazság iránt érzett gyűlöletemtől, akkor fölösleges Istenről beszélni. Egyszerűen fölösleges. Ha valamiképp megtörténik, hogy kíváncsi lennék az igazságra, mindent elengednék Isten segedelmével, minden hiába valóságot elengednék az igazságért, és kívánnám azt cselekedni, kívánnék botrány lenni saját magam számára, az óemberem számára, a szokásaim, a hagyományaim számára, kívánok botrány lenni, meg szeretném botránkoztatni saját magamat is, az óembert, az új emberrel kívánok élni, létezni Isten jelenlétében, az ő szavában, hogyha ez a prioritás minden más megadatik. A mindennapi fizikai betévő falat is megadatik, a kenyerecske megadatik, amire a ruha, meg amire szüksége van, meg minden, és ami fölösleges, az elvétetik, mert kell a hely az újnak, ami értékesebb. Az új tömlőnek kell a hely, és az új bornak kell a hely. Én hiába akarok megszabadulni a régi bortól és a régi tömlőtől, amíg nincsen új. Van-e új? Megfogant-e a kívánság a lelkünkben, hogy kéne az új, valami új, és azt cselekedni, és azt csinálni bármilyen módon, gyermeki módon, hogy Isten mutatja azt nekünk. Még akkor is, hogyha az neki nem fog tetszeni valakinek, megyek és csinálom, mert mi más csinálnék, a többit már mindent csináltam. Megyek és csinálom az újat, hiába megbotránkoznak, megutálnak, meggyűlnek, elhagynak, nem baj, hagyjanak el, annyi baj legyen. Megyek és csinálom az újat, mert abban élet van. Hát a régit azt már csináltam egy milliószor. És amíg ez nincs, addig kár emlegetni úgy az Istent, mint a Bibliát, mint Jézust, mindenkit. Kár emlegetni. És kár kijönni a templomból. Kár kijönni a vallásból. Vissza kell menni. Mert ott erről van szó. De a vallásokban, a templomban erről van szó. Hogy hogyan mondjunk le bizonyos dolgokról, hogyan hagyjunk el bizonyos dolgokat. Ott erről van szó. Kár azzal büszkélkedni, hogy én kijöttem a templomból, a hídgyülekezetéből, vagy valahonnét, de hogy jöttem ki? Ugyanúgy a régi ember vagyok. A régi szokásaimhoz ragaszkodom, azt csinálom, azt hajtom végre, és kell melléje a pótcselekvés, kell egy cigaretta, de ha van egy csík kokain, az sem árt, mert az úgy elmegy. Az óembernek elmegy minden.
az óembert nem tudom fel, az óember nem tudom felvenni az újat. Nem lehet felvenni az új embert az óemberre. De úgy, hogy az ember megkóstolja és megízleli, és azt mondja, ez finom, ez jó, és elkezdem cselekedni, csinálni azt, amire, és kérek elhívást, Isten, adj elhívást, van naponta 24 órám, ennyi időm van, valamit csináljunk, valami jót, amiben élet van, amiben lélek van, és automatikusan lepörög rólunk a régi, lehámlik a régi, az óember, elvész, összetörik és lehull rólunk, mint a régi vakolat. És az új embernek már nem fog kelleni semmi ami a régiből, amit használt. Senkit nem beszélek le semmiről, és hogyha valaha valakit lebeszéltem valamiről, Isten bocsásson meg nekem, és ti is bocsássatok meg nekem, senkit nem beszélek le semmiről, hanem hogyha valakit nem voltam, nem tudtam rábeszélni Isten segítségével arra, hogy az örömhír élő és ható, aktívan cselekedhető az örömhír, hogyha erre valakit nem tudtam rábeszélni, akkor teljesen fölösleges volt minden. Amiről mostanig beszéltem, minden fölösleges volt. Aki hallotta a szavakat és nem kívánta meg, hogy ő is bizonságtevő legyen, megteljen világossággal, és átadjanak az életét, és az lenne az első számú szenvedélye és függősége, valaki erről nem kapott meggyőződést, akár általam, vagy bármilyen módon, én senkit nem beszélek le semmiről, sem alkoholról, sem semmilyen függőségről, semmilyen szokásról, semmiről, legalább testi öröme legyen az ilyen embernek. Legyen egy kicsi földi öröme, mert hogyha más nincsen, akkor legalább testi az, hogy ez maradjon meg valamilyen mértékben, mert hogy az ember örömre van teremtve. Viszont, hogyha valaki úgy érzi, hogy megkívánja az öröm hírt, az, hogy olyan dolgokat lát már itt a Földön, olyan dolgokat tapasztalhat, és érthet meg, és mondhat, és oszthat meg, amiről korábban nem is tudod, hogy létezik. Hogyha valakinek ez szenvedélyévé válik, na az ember megszabadult, annak a szabadulása el lett végezve, el van végezve. És annak a szabadulása élő, és ható, és dicsőséges, és kívánatos, ha valaki ránéz, megkívánja az ő szabadulását, és ő is megkapja, és ő is világosság lesz, és nem azon fog gondolkodni, miről, hogyan mondjon le, hanem azon fog gondolkodni, hogy mit tehetne, mi az, amit ő tehetne lélek által, és mivel tudná behelyettesíteni a régi szenvedélyét. Ez volna az evangélium, görögül, magyarul pedig öröm híre, hogy van új foglalatosság, amivel nem ártok másnak, nem ártok magamnak sem, hanem használok, amiben élet van, amiben feltámadás van lélek számára és örök élet. Ez az örömhír. Az örömhír képes minket megtisztítani, annak az ereje, nem pedig a testi lemondások ereje, meg a testi erőködéseknek a gyötrelme. Mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Hogyha ez nem így van, akkor valamit benéztem, akkor nem egy Krisztusról beszélünk. Nem ugyanaz a Krisztus, akiről beszélünk. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.